Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az Én Alapszakácskönyvben elnevezésű YouTube csatornám. És többen kérdezték, hogy nálam mi is lesz a karácsonyi ünnepi menü. És mondtam, hogy én erre nem tudok választ adni, mert éppen ahogy a kedvem tartja, úgy állítom össze. Tehát ez akár az utolsó pillanatig is változhat. De van egy olyan előételem, ami azért elég sanszos, hogy bekerül, ez pedig a ceviche vagy ceviche, ami egy mexikói hal saláta. És ennek van egy rövid történet ennek a receptnek, ami 1993-ra datálódik. Én akkor a mexikói, Magyarországon a mexikói nagykövetnek voltam a főszakácsa, és amikor fogadások voltak, akkor mindig jött a nagykövet úr, hozta a kis szakácskönyvét, és ebben a szevícsében minden egyes alkalommal részt vett, megkóstolta, műgonddal keverte be. Tehát náluk ez egy valóban fontos nemzeti étel. Tehát én ezt tőle tanultam meg, és még annyit, hogy ugye volt olyan, amikor kintről rendelt ilyen tengeri hallal készült, már a nevét nem tudom, hogy milyennel készítettük, arra már nem emlékszem, viszont azt tudom, hogy amikor nem volt ilyen erre lehetőség, tehát nem volt kintről nekünk hal, akkor a követ úr egyszer eljött velem a piacra, és ő kiválasztotta a magyar fogas filét, és azt mondta, hogy ez közelíti meg legjobban azt a halat, amit ő szeretne ebben a salátában látni. Úgyhogy ma egy autentikus ceviche receptet mutatok meg önöknek, ami még fontos, hogy ünnepekre ez nagyon praktikus elkészíteni, megmondom miért. Fél óra alatt összedobható, de nem is ez a lényege, hanem megcsinálom mondjuk az ünnep előtti napon, lefolpakozom, beteszem a hűtőbe, egy nap alatt összeérik az íze, és másnap csak ki kell venni a hűtőből és tálalni. Tehát szeretettel ajánlom a figyelmükbe. Ez itt nekem 75 deka bőr és szálka nélküli fogasfilé. Igazából egy kicsit még átnézegettem, néhány szálka volt benne, azt csipesszel kiszedtem belőle, hideg vízzel leöblítettem magát a halat, és most az a feladat, hogy 1 centis kockákra kell vágni a hal húsát. A bevezetőben nem mondtam, tehát azért sanszos ez a fogás nálunk ünnepi ételnek, mert én ezt már sokszor készítettem, és mindenki nagyon szereti. Abszolút egészséges fogásról van szó. Ahogy nézem, itt még vannak benne szálkák, ezt egy picit félreteszem, mindjárt csipesszel kiszedegetem. Tehát a lényeg, hogy szálkamentes legyen a hal, és 1 centis kockákra kell vágni a hal húsát. Azt a pici szálkás részt, amit itt lefejtek, azt simán elteszem, ez jó lesz nekem a laplébe valahol. Azt is megtehetném, hogy kidobálom belőle a szálkákat egy csipesszel, de most inkább gyorsan próbálok dolgozni. Jó. Tehát ez a leeső rész, ez megy nekem alaplébe, és akkor ez már garantáltan szálkamentes, ezzel gyönyörűen lehet dolgozni tovább. Maga a munkafolyamat pedig úgy néz ki, hogy ezt a halat én be fogom pácolni zöld citromnak, azaz lime-nak a levébe, és amíg pácolódik, addig elkészítem neki a paradicsomos saláta öntetét. 12 darab lime-ot félbe megmostam, félbe mágtam, most a levét ki fogom facsarni, és ez lesz az, amit ráöntök a halra. És nagyon szokatlan ez a mi ízlésünknek, de tulajdonképpen a hal ebben fog pácolódni, és azután már ebben fog elkészülni, ugye ez a savas közeg teljesen át fogja járni a halat, és innentől kezdve ez nem kap semmiféle extra hőkezelést, főzést, sütést, egyszerűen csak ezt a lime levet kapja. Ez már mehet is a halra. Még annyit szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ennek a halnak most ilyen, hát nem is tudom, talán azt mondanám, hogy homok színe van, talán az a legjobb, a legjobban talán az fedi
azt, hogy milyen színe van. És ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert majd meg fogják látni, hogy a citromnak, tehát ennek a lime-nak a hatására egészen meg fog változni a színe. Ehhez a pácoláshoz egyébként olyan 15 perc kell. Amint megvan egy adag, már öntöm is rá. Ez a fogás egyébként nálunk nem csak karácsonykor fordul meg gyakran az asztalon, évközben is többször készítem. Könnyen összehozható, egészséges, és nem utolsó sorban elképesztően finom és különleges. Kerül még bele egy olyan mokkás kanálnyi só, körülbelül így, elkeverem, és utána egy kicsit lenyomkodom, mert az a cél, hogy ez a sós, lájmos lé a halat teljesen át tudja járni mindenhol, tehát minden egyes kis halkockát átjárhasson. Tálba tettem 25 deka jóféle ketchupöt, most hozzáöntök 1 deciliter extra szűz olívaolajat. Kerül hozzá 0,4 deciliter Worcester, vagy Worcester, vagy Worcester sír, kinek hogy tetszik szósz, és alaposan elkeverem. Morzsolok bele egy csapott kis kanálnyi oregánót, csipetnyit megsózom, egy közepes vörös hagymát, vagy egy nagyobbnak a felét jó apróra vágom. Itt fokozottan fontos, hogy ez a hagyma nagyon finomra legyen aprítva. Megjegyzem, hogy vörös hagyma helyett lehet a valamelyest édeskésebb és enyhébb ízű fehér hagyma is. A hagyma mehet tehát az öntethez. Ugyancsak apróra vágok 10 deka paprikával töltött olajbogyót, apróra fogok vágni mindjárt egy csokor petrezselymet, és az eredeti receptben kerül itt a fogásba 3-4 fölaprított chili paprika, ami soha nem volt annyira túl erős, tehát a követ úr sem szerette azt, hogyha ilyen borzasztó erős maga a chili paprika, illetve hát a saláta. És én most a következő kép jártam, megmutatom önöknek. Tehát bevásároltam chili paprikát, elő is készítettem, ugye itt van a deszkámom. Megmostam. És pusztán attól, hogy én ezt megmostam, ez olyan erős fajta, én nem tudom, ez lehet, hogy az ellenség küldte, de 20 percig köhögtem tőle, csak attól, hogy letüdőztem. Úgyhogy kivételesen én nem teszek bele chilit, mert itthon nincs másik fajta, ami ennél egy fokkal gyengébb lenne, de tudjanak róla, tehát az eredetiben van egy kis chili paprika, de nem méreg erős, akkor így, azt hiszem, ha így fogalmazok, akkor ez egy precíz dolog. A végén én biztos, hogy el fogom felejteni, úgyhogy inkább gyorsan elmondom. Ezt kerek, sós, kréker kekszel tálaltuk. Ehhez ragaszkodott a nagykövet úr. Magában a szakáskönyvben egyébként forró pirítós volt írva, de a nagykövet úr így szerette ezzel a krékerrel. Az olajbogyó is mehet akkor bele ide az öntetbe. Fölaprítok egy csokor petrezselymet, ez is megy bele. Tehát mehet bele a petrezselyem is. Így. Ezt a fogást szeretettel ajánlom kezdők figyelmébe is, hiszen nem igényel különleges szaktudást, egyszerűen csak össze kell vágni hozzá mindent. Én még annyit tettem előkészítésképp, hogy 3 darab paradicsomnak bevágtam a tetejét, leforráztam, lehúztam a bőrét, most gyakorlatilag felszeletelem, közben kiszedem a magjait, az ne kerüljön az ételbe, csak a paradicsom húsa, és ezt a paradicsom húst is az előzőekhez hasonlóan fölaprítom. Nézzük tehát, elkészült az öntet, ahogy
lehet látni, hihetetlen ízgazdagság jellemzi. Sok minden van benne, nagyon-nagyon harmonikusan. Nézzük a halat. Itt most visszanéztem a videóban, pontosan 20 perce áll ebben a percben, úgyhogy a 15-ből 20 lett, úgy látszik kicsit lassabb voltam, de a lényeg, hogy most én ezt lecsöpögtetem, azután belekeverem a saláta öntetbe. Egy nagyon pici lime lé természetesen maradhat rajta. Így, összeforgatom, holnapig beteszem a hűtőbe, tehát folpakkal letakarom, beteszem a hűtőbe, és hát még nem öntöttem el, de valószínű, hogy salátalevéllel és cikkekre vágott citrommal díszítve tálalom, és reggel még szerzek hozzá sós kekszet, ezt a bizonyos krékert, kereket, hogy abszolút úgy készítsem el, illetve úgy adjam a családomnak, ahogy azt a nagykövetségen tálaltuk, és hát igen, magasrangú emberkék jártak oda, akik ezt nagyon szerették. Elkészült tehát a mexikói halsaláta, akinek szimpatikus volt a recept, kérem nyomjon a videóra egy lájkot, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, mindenképpen tegye meg, hiszen most már több mint 370 ételvideóval válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak!